Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Drei Kreuze wurden saniert und ein neues errichtet. In Kassa wird den deutschen Vorfahren Tribut gezollt. Feier. Bonn-Harder Nachrichten werden 15 Jahre alt. Ungarn-Deutsche. Der Präsident der nationalen Selbstverwaltung ermutigt uns, unsere Nationalität anzugeben. In Sexart fand ein Kinderschwabenball statt. Es ist eine 30-jährige Tradition der Veranstaltung. Durch die Ausschreibung der Gabor-Bethlen-Stiftung können Sie von den nationalen Regierungen Unterstützung für die Renovierung von Straßenkreuzen und die Installation neuer Straßenkreuze erhalten. Die deutsch-nationale Selbstverwaltung von Kassa und der Deutsche Verein für Kassa renovierten in dieser Ausschreibung drei Kreuze, sowie errichteten ein neues in Erinnerung an die zerstörten Kreuze und ihre ehemaligen Erbauer. Die heiligen Erinnerungen wurden vom Pfarrer Agerston Dardnai gesegnet. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága 12 nemzetiség, köztük a németek hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítására, illetve újak állítására hirdette meg pályázatát. A kiskassai német nemzetiségi önkormányzat a temetőben és az egykori iskola épülete előtt álló keresztek felújítására 1.549.000 forintot, a Kiskassáért Német Egyesület pedig egy szántóföldi oltalmazó kereszt felújítására és egy új állítására 2.230.000 forint támogatást nyert. A szakrális emlékeket Dardnai Ágoston plébános áldotta meg. Az ünnepségen az újpetrei német nemzetiségi hagyományőrző egyesület fúvósai zenéltek. A Magyarország kormánya a nemzetiségi pályázatban hirdette meg a keresztek felújításának a lehetőségét, és erre pályázott a Kiskassai Német Kormányzat és a Kiskassai Német Egyesület is. Első körben még nem kaptunk támogatást, de a második évben már megkaptuk, így sor kerülhet most négy keresztnek a felszentelésére, ebből egy új kereszt, és három pedig felújított. A keresztállítás jobbára az 1800-as évektől indult, és miután akkor itt német lakosok éltek, ezért az itt lakó német származású emberek állították. Régen vagy magánszemélyek, vagy egyesületek, vagy alapítványt hoztak létre, és így készítették el a kereszteket. De nagyon sok kereszt az évek során, főleg ugye az 50-es évek környékén, kidőlt, eltűnt, összetörött, és az új keresztet azoknak a kereszteknek az emlékére állítottuk most, amelyek már nincsenek a határban. Az új keresztet Dér Zoltán Mária Kémindi szobrász készítette, a további három feszületet pedig a palkonyai Kis György restaurátor és templomfestő újította fel. A szántóföldi keresztek köré a védőkerítést Tíber László kőműves állította. Egy bent van a faluba, egy a régi sváb temetőbe, és egy még kint a szántóföldnek. Tulajdonképpen ez a legmagasabb domb itt Kiskassán, egy magaslaton. És ez a kereszt tulajdonképpen 150 éve nem lett sohasem festve, felújítva semmi. Meg volt dőlve, visszaállítottam el ezért, és lett hozva. A kis szobor az mindig eltűnt valamiképpen. Mint sárga pécsi homokkőből. Ez egy 19. századnak a divatja volt. Ugyanolyan színbe is, még vissza lett hozva az eredetibe. Máskülönben az megy, hogy csemperagasztó, és át lesz festve. És én tulajdonképpen visszahozom az eredeti, a vakolatot kijavítom, és színbe is, meg az eredeti összetételbe lesz visszahozva. A kereszték a valamikori utak, tehát ez most szántóföldeken van, ezt mind ki kellene hozni az út szélére, felújítani. Devecserbe kettőt, ez a következő falu, tavaly
két kereszt lett felújítva. És az egyik szintén a szántóföldekre lett kihozva az út mellé. Kis György nem csak kereszteket, hanem más szakrális szobrokat is felújít. Fuldából betelepült németek állítatták a Pécs-Devecser főutcáján található Mária szobrot, mely szintén a közelmúltban újult meg Kis György munkájának köszönhetően. Der 15. Jahrestag der Gründung der Bonnharder Nachrichten wurde in der Perzei Villa in Bonnhard gefeiert. Dies ist die einzige deutschsprachige Zeitung im Komitat Tollnau. Das Lückenfüllerblatt wird seit 2007 in der Wöchschek herausgegeben und erscheint dreimal im Jahr. In der Zeitung können Sie auch über das Leben und die Geschichte der in und um Bonnhard lebenden Ungarndeutschen sowie über die Aktivitäten und Ergebnisse von Vereinen und Gruppen lesen, sogar online. Mundharmonika und steirische Zither konnten die geladenen Gäste in der Perzei Villa hören. Am 15. Oktober wurde der 15. Geburtstag der deutschsprachigen Bonnharder Nachrichten in die Stadt im Wöltschek gefeiert. Die erste Nummer erschien im Jahr 2007. Die Idee kam von Ilona Köller-Koch. Sie war mit der Bonnharder Deutscher Selbstverwaltung in Deutschland, in Wernau, bei Bürgermeister Roger Kehle zu Besuch. Dort haben sie darüber gesprochen, dass sie hier in Bonnhard auch eine deutschsprachige Zeitung herausgeben könnten. Damals schrieben die Leute, die Lust hatten, eine Zeitung zu machen, die Artikel. Die waren begeistert und engagierte Leute, wie heutzutage. Heutzutage schreiben auch etliche engagierte Leute die Artikel, die Lust hatten dazu, sie schreiben es ohne Entgelt und sie schreiben es in ihrer Freizeit und von Herzen auch. Natürlich muss alles kontrolliert werden und diese schwere, großartige Arbeit macht auch Zsuzsanna Lohn. Sie ist die Chefredakteurin der Zeitung. Sie liest jeden Artikel, kontrolliert und überprüft alles. Wir können in der Zeitung vor allem über Ungarndeutschen leben. Der Untertitel heißt auch über das Leben der Ungarndeutschen in und um Bonnhard. Die Zeitung stellt ungarndeutsche Persönlichkeiten vor, Schulen und Kindergärten schreiben, wie die Kinder über die Ahnen lernen, was und wie lernen über die Ahnen und wie sie die Sitten und Bräuche pflegen in der Schulen und in Kindergärten. Natürlich gratulieren wir immer zum Jubiläum, zu Auszeichnungen, zur goldenen Hochzeit. Wir schreiben über die Neugeborenen, über Frischheirateten. Organisationen und Vereine schreiben über ihren Leben, was sie und wie arbeiten. Vereine und Organisationen schreiben über ihr Leben und ihre Arbeit. Zeitungsleser, die auch Unterstützer sind, finden die Zeitung in ihrem Briefkasten oder im Internet. Neuigkeiten aus unserer Region, der Wöltschek, werden auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Kanada und den Vereinigten Staaten gelesen. Unsere Leser erhalten die Zeitung kostenlos. Man muss die Zeitung drucken. Die Partnerstadt Wernau unterstützt die Zeitung von Anfang an. Wernau und Hochheim, die sind auch Partnerstädte, sie geben auch Spende dazu. Die Stadt Bonnhard finanziert auch die Ausgabe der Zeitung. Die deutsche Selbstverwaltung Bonnhard gibt auch Geld dazu. Ohne Geld leider geht nichts. Es war Jubiläum vor einer Woche. Die Zeitung hat die 15-jährige Jubiläum gefeiert und aus Berlin hat Björn Axinat einen schönen Brief geschrieben und gratulierte zum 15-jährigen Jubiläum der Zeitung. Er ist der Gründer der Internationalen Medienhilfe und die Zeitung Bonnharder Nachrichten ist auch Mitglied dieser Organisation. Aus Erfurt schreibt auch einen Brief Csaba Földes. Er arbeitet in Erfurt an der Universität, er ist Professor. Und er hat geschrieben, dass die Zeitung eine sehr gute Qualität hat. Und er möchte davon mehr wissen.
von unserer Zeitung. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Bonnharder Nachrichten dank des Internets an vielen Orten der Welt gelesen werden können. Danke dafür an Ilona Köllerné-Koch, Zsuzsanna Lohn und die Menschen, die Artikel schreiben, damit die Bonnharder Nachrichten weltweit gelesen wird. Die Ergebnisse der Volkszählung bestimmen langfristig die Zukunft des Bildungswesens, der Siedlungsentwicklung, der Schaffung ethnischer Selbstverwaltungen und der Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen in unserem Land. Die Ungarndeutschen bereichern seit Jahrhunderten die Kultur unseres Landes. Sie haben in ihrem Fleiß zur Entwicklung des Landes beigetragen und tragen sie weiterhin bei, und sie sind ein Bindeglied zwischen unserem Land und den Deutschsprachigen weltweit. Ibolya Engländer-Nehok, die Präsidentin der Nationalen Selbstverwaltung der Ungarndeutschen, ermutigt und bittet alle, denen die Zugehörigkeit zu Deutschland wichtig ist, dies bei der Volkszählung zu erklären. Fontos, hogyha most egy közeli célt nézünk, hogy megmutassuk azt, hogy Magyarország területén, Magyarország keretein belül milyen létszámmal vagyunk. És ezt azért fontos megmutatni, mert hát a 20. századi történelem gyakorlatilag aláásta azt, hogy egy nemzetiség nem csak a német, hanem egyáltalán a nemzetiségek megvallják származásukat, és ennek nagyon lassú a felépülési szakasza. És hogyha az elmúlt három népszámlálást így visszamenőleg megnézem, akkor mindig növekedett, és nem is kicsivel kétszeresére, háromszorására nőtt azoknak a száma, akik a német nemzetiséghez tartozónak vallották magukat, és én azt gondolom, hogy emögött egy tudatos vállalás van, és ez egy tudatos munka eredménye, hogy az emberek ezt vállalják. Tehát tulajdonképpen annak is igazolása, hogy az országos német önkormányzat és mindenki, aki ezen a területen dolgozik, mennyit tesz azért, hogy tudatossá váljon ez a vállalás a fiatalabb korosztály részéről. Természetesen sok intézményünk van, óvodánk, általános iskolánk, kulturális intézmények, és minél inkább igazolni tudjuk azt, hogy már hányan vagyunk, milyen sokan vagyunk, annál inkább létjogosultsága van azoknak a törekvéseknek, ami a kultúránk, az oktatásunk fejlesztésére, megerősítésére szolgál. Tehát sok összetevője van. Nyilvánvalóan a kisebb településeken, egyszerűen a közösség erejénél fogva, nagyobb településeken vagy nagyobb városokban, ott is van egy mag, mert azért ahol egy helyi német önkormányzat működik, ők azért garanciái annak, hogy van ilyen jellegű tevékenység, de ahhoz, hogy az egész települést megmozgassa, az nyilvánvalóan csak kisebb helyeken van. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyobb település, mint például Pécs, vagy akár Budapest vagy Pilisvörösvár, tehát sok ilyen települést tudnék mondani, ahol az oktatási intézmények veszik át jobbára ezt a szerepet, és a helyi német önkormányzat mellett olyan hagyományápolási, vagy hagyományteremtő eseményeket szerveznek, programokat szerveznek, amivel egy kicsit visszacsempészik azt, amit azok, akik most a nagyvárosban élnek, mondjuk otthonról, a kisebb településekről hoznak. De mindenképpen azt gondolom, hogy egy picit egyszerűbb dolga van a kisebb településeken élőknek. 2024-ben lesz a legközelebbi nemzetiségi választás, a kommunális választásokkal egy időben, amikor is helyi német önkormányzat tud megalakulni azokon a településeken, ahol eddig nem volt. Ennek viszont az a feltétele, hogy azon az adott településen az azt megelőző népszámláláson legalább 25-en vallják magukat az adott nemzetiséghez, tehát jelen esetben a németséghez tartozónak. Tehát most erős propagandát kell kifejteni, illetve hát előre kell gondolkodniuk azoknak a településeknek, akik két év múlva tervezik egy önkormányzat megalakítását. Mint ahogy Kővágószőlősön is ez történt, ők megkerestek engem augusztusban, hogy szeretnének két év múlva, és hogyha ez a népszámlálással összefügg, akkor eljönnék-e tájékoztatni az érdeklődőket, és ez meg is történt. Szeptember végén szerveztek egy nagyszabású nívós rendezvényt, kulturális rendezvényt, ahova elmentem, és akkor tulajdonképpen itt ezekről a dolgokról beszélgettünk. Tehát ők most jó úton haladnak a felé, hogy ezt két év múlva majd meg tudják valósítani. Hát az összeges önkormányzat nem szólhat bele, a kisebb önkormányzatok, sem a megyei, sem
sem a települési önkormányzatok munkájába. Nincs köztünk függőségi viszony, tehát nincs köztünk aláfölé rendeltségi viszony. Ez két külön választási procedúra, akkor is, hogyha ugyanazon alkalommal történik. Az országos önkormányzat közgyűlési tagjai az egész ország területéről vannak, tehát minden területet képviselünk, viszont a helyiek azok önállóak. Amit mi azért szem előtt tartunk, és egyfajta erkölcsi kötelességünknek tartunk, az az ő támogatásuk szakmailag. Ha kérik, ha szükségük van rá, szervezünk képzéseket, továbbképzéseket a helyi önkormányzati képviselőknek, illetve hát ha tanácsra szorulnak, akkor természetesen fordulhatnak hozzánk, akár jogi, akár szakmai, bármilyen területen, és ez elég gyakran elő is fordul. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy nincs hatáskörünk a településeken. Tehát nem tudjuk helyettük megoldani a problémákat, mert tanácsot tudunk adni, de nekik kell azt kijárni, vagy elrendezni, hogyha problémás ügyek vannak. Ugye nagyon sokszor azoknál van, ahol a helyi német önkormányzat fenntart intézményt. Összesen 67 intézményt tartanak fenn helyi önkormányzatok, és azért ők sokszor fordulnak kérdéssel hozzánk. Van egy pedagógiai módszertani központunk, szakmailag ők támogatják ezt a 67 intézményt, hogy a rendben legyenek a pedagógiai program szakmai dokumentumok, hiszen nem biztos, hogy az oktatási szakember van abban a német önkormányzatban, illetve a jogszabály az úgy rendelkezik, hogy a helyi települési önkormányzatnak a gazdálkodási szerve végzi az ő gazdálkodásukat is, és a jegyző, a felelős az ő jogszerű működésükért. A miniszterelnökség által kiírt nemzetiségi, kulturális, civil szervezetek számára kiírt pályázatokat minden önkormányzat önmaga pályázza, nem is szeretnénk ebbe belefolyni, hiszen ők ismerik a saját szükségleteiket, mire lenne szükségük. Ami viszont országos német önkormányzat által megjelenő pályázat, azok a német belügyminisztérium által támogatott pályázatok, azokat mi írjuk ki a települési német önkormányzatoknak, vagy intézményeknek, kulturális oktatási intézményeknek, és azt ők akkor nálunk pályázzák meg. Ilyen például a tanösvény projekt, amit a településiek az országos német önkormányzatnál pályázhatnak meg, de ezek, mondom, német belügyminisztériumi pénzekből finanszírozottak. Én azt gondolom, hogy országosan nagyon-nagyon aktívak. Baranyában, ugye minden területen van egy úgynevezett regionális irodája az országos német önkormányzatnak itt Baranyában is, és a regionális irodavezetővel van nekünk közvetlen kapcsolatunk, akinek viszont a hozzátartozó több mint száz német önkormányzattal, és hát azokból a meghívásokból, amiket Baranyából is kapok rendezvényekre, meg az egyéb információimból is azt látom, hogy nagyon-nagyon aktív az élet kulturális téren is, de nagyon-nagyon sok más olyan rendezvény van, ami a hagyományápoláshoz kötődik, vagy nyelvi. Például Himesházán volt a Fuldai falvak találkozója, ami gyakorlatilag a nyelvjárás kapcsán összetartozó falvak találkozója volt. Most az idén a magyarországi németek betelepítésének a 300. évfordulója körül van nagyon sok rendezvény, tehát nagyon aktívak. Zum 30. Mal veranstaltete die Grundschule Valeria Dienisch den Kinderschwabenball. Die Jubiläumsfeier fand im Theater des Kulturzentrums Mihai Babitsch statt, wo neben der hochwertigen Inszenierung der auftretenden Gruppen auch eine Volkstrachtenschau und ein Kuchenmarkt auf die Interessierten warteten. Beim Kinderschwabenball am 22. Oktober tanzende Kinder in Deutschland-Trachten. Im Kulturzentrum Mihai Babitsch fand die traditionelle Feierlichkeit der Saxader Valeria Diener Grundschule statt, an der Schüler und auch deren Familien teilnahmen. Die Schule blickt auf eine lange Geschichte
der deutschen Nationalitätenkunde zurück, sowie die Erziehung und Traditionspflege, zu denen auch der jährliche Ball gehört. Im Leben unserer Schule spielt die Traditionspflege immer eine wichtige Rolle. Und dafür ist dieses Programm ein wunderschönes Beispiel, glaube ich. Also der Kinderschwabenball, das veranstalten wir schon das 30. Mal. So, das ist ein komplexes, traditionspflegendes Programm. Die Zuschauer können heute Nachmittag ein wirklich niveauvolles Programm ansehen. Die Tänzer unserer Schule treten vor. Außerdem können die Zuschauer deutsche Lieder anhören und deutsche Volksmusik anhören. Wir haben auch eingeladene Gäste. Und das sind die Jugendblasorchester aus Sachsen und die kleinen Tänzer von dem Wunderland Kindergarten. Sie sind auch Gäste seit 10 Jahren schon. Außerdem tritt noch der Mondscheinchor auf. Sie sind auch eigentlich schon Stammgäste bei uns. Es gibt auch ein einzigartiges Programm und das ist der Drachenschau. Die Lehrer und die Eltern haben eine ganz schöne Sammlung von ungarndeutschen Drachenkleider. Die sind eigentlich schon uralte, authentische Drachenkleider und sie werden heute von unseren Schülern vorgestellt. Palné Farkas, die Vorsitzende der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung in Szekszárd, erzählte, ihr sei es eine Ehre, die Schüler, Eltern und Großeltern bei dieser Jubiläumsfeier begrüßen zu dürfen. Én, mint az iskola volt igazgatója, hosszú múltra emlékszem vissza, és hosszú múltra tekint vissza a DNS Valéria általános iskolában a német nemzetiségi oktatás és nevelés, valamint a hagyományápolás. Úgyhogy a kezdetektől fogva részese voltam ennek az oktatásnak, nevelésnek, és amikor elkezdődött, akkor már tudtuk azt, hogy nem csak egy német nemzetiségi nyelv oktatásáról van szó, hanem a kultúráról, a hagyományápolásról, a tradíciónak a felelevenítéséről. Kezdetben még csak táncok, gyermekjátékok voltak, aztán később komolyabban kezdtünk foglalkozni a hagyományápolással. Természetesen akkor szülők is be tudtak még segíteni, hiszen éltek azok a nagyszülők, akik besegítettek nekünk ebbe a hagyományápolásba. Úgyhogy 30 évvel ezelőtt pedig kitaláltuk a hagyományápolásnak azt a módját, amely a gyermekschwabbált jelenti, és ennek a gyermekschwabbálnak az a jelentősége, hogy itt bemutathatják a gyerekek azokat a tradíciókat, azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, amelyet az iskola tud a gyerekeknek nyújtani, és a szülők megtekinthetik, hogy milyen eredményességgel végeztük ezt a munkát. Zu diesem Anlass backten die Eltern ungarndeutschen Gebäck, welchen ihn Marmor selber staunt und erworben werden konnte. Der Kuchenbazar zeigte auch, dass nationale Traditionen nicht nur in der Schule, sondern auch in der Familie gewahrt und gepflegt werden. Außerdem stellten die Organisatoren ein Büchlein zusammen, in dem authentische ungarndeutsche Volkstrachten in Form von Fotos vorgestellt werden. Es enthält auch eine Sammlung von originaldeutschen und schwäbischen Rezepten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.